Tettel egy emberként tiltakozni. Hiszen tiltakoztak a parlamenti pártok, civil szervezetek, egyházak, vallásfelekezetek. Nincs is ezzel semmi baj. Tiltakozni kell most. De nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy melyik közéletnek volt része a zsidók, cigányok listába foglalásának az igénye. Manapság sokat beszélnek a Horthy korszaknak a restaurálásáról, valamiféle újra felidézéséről, pozitív hagyatékáról. Én szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy aki egy történelmi korszakot rekonstruálni akar, az minden negatívumával együtt rekonstruálni akarja azt, akarva vagy akaratlanul, szándékosan vagy szándék nélkül. Aki a Horthy korszakot akarja restaurálni, restaurálni akarja, óhatatlanul, akaratlanul.